és a következő előadásban biztos mindig jobb befélni, mint megijedni, vagy mire kell készülni cégvezetőként. És Langray Tamás, az ASC Kft. Ügyvezető igazgatója fogja megtartani az előadását. Köszönöm szépen. Igazából így köszönöm annak, vagy azoknak, akik itt maradtak még délután, és megpróbálunk egy kicsit belecsapni így a lecsóba. Én igazából egészen ideig vártam a dobozokat, ahogy Krasznai Csabi mondta, ha már cyber security és védekezés, akkor én gondolkoztam azon, hogy hát majd akkor jönnek tényleg a gyártóknak mindenféle megoldásai, és azzal lesz tele a konferencia idáig, hogy milyen megoldásokat használjunk mindenféle támadások kivédésére, és az nekünk miért lesz jó. A mai előadásomban én megpróbálom a cégvezető oldaláról és a cégvezető szemével nézve megnézni, hogy a kihívások, illetve a támadások okozta károkozások ellen egy cégnek mire kell felkészülni. Hát, miután Cyber Security konferencia, kezdjük az IT-vel. Ugye a hagyományos IT az úgy néz ki, hogy hát van valami fizikai része, ahova bepakoltuk az informatikai környezetet. Ugye van egy kiszolgáló csapat, aki segíti a felhasználó igényeknek a kielégítését és üzemelteti a szervereinket. Ugye megvannak az eszközeink, illetve hát vannak szoftverek, amiket használunk, és akkor ez körülbelül ezt eredményezi. Itt van minden egy helyen. Hálózat, szerverek, szoftverek, kiszolgáló csapat. Szerintem most én nem akarok senkit tornáztatni. Ebéd után, meg a múltkori egyik előadásom után mondták, hogy nagyon ciki, amikor három ember teszi fel a kezét ilyen elrettentő szándékkal. Úgyhogy most nem kérek senkit, hogy tegye fel a kezét, akinek körülbelül hasonlóképpen néz ki az informatikai gépterme, de szerintem elég sokan lennénk. Ha visszamegyünk az előző szlájdra, akkor lehet, hogy valami hiányzik? Persze. Nyilván, ha megnézzük az egésznek az eredményét, hogyha szabályozatlan az egész környezet, akkor mivel fogunk szembesülni? Hát azzal, hogy nincs IT stratégiánk. Ez azt eredményezi, hogy jön az IT a vezetéshez, és azt mondja, hogy igazgató úr, kell ennyi pénz, vennünk kell valamilyen dobozt, mert hogyha nem veszünk, akkor jönnek a csúnya hackerek, és majd jó, meghackernek minket, és különben is megáll az egész. És ha megáll, akkor megáll a cég. Egyébként hallottam, sőt láttam banki beruházásoknál körülbelül ilyen indoklást, hogy ha nem veszünk 100 akárhány millióért ilyen dobozt, akkor fél éven belül megáll a bank. És erre az igazgató tanács azt mondta, hogy jó, akkor veszünk dobozt. Ez ezért van. Mert hogy nincs üzleti stratégia. Tehát az üzlet akkor nem tudja megmondani, hogy neki mire kell, vagy mi kell, milyen igényei vannak az informatikával szemben, úgyhogy akkor elhiszi, hogy kell dobozt vennünk. Az már a haladás, amikor a cég rendelkezik üzleti, illetve informatikai stratégiával, csak a kettő köszönő viszonyban nincs. Erre is tudnék példát hozni. Ez azt jelenti, hogy akár a biztonsági területet nézzük, akár az általános IT területet, az összes beszerzés az valószínűleg ilyen ad-hoc alapon fog működni. Leginkább akkor, ha már valami gáz van. Hát a mi pacientúránkban is volt olyan, amikor mondtuk, hogy hát jó lenne egy mentőrendszert bepakolni. Ha az előbb itt a Big Data-ról volt szó, akkor azt mondtuk, hogy legalább valami rédes megoldást csináljanak, mielőtt összedől az egész. Összedőlt. Utána már lehetett azt mondani az IT-nek, hogy hát kell sok-sok millió ahhoz, hogy vegyünk egy normális storage-ot, csak akkor már vállalat nem volt, aki utána meg tudta ezt finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy az egész IT környezet sok esetben nem annyira átgondolt, mint amennyire igazából igodomos lenne. Ha végig gondoljuk ezt magunkba, akkor itt jön a nagy kérdés, hogy hát a szabványok azok ilyenekről beszélnek, hogy legyen egy szabvány alapuló, legyen valamilyen kockázatokkal arányos befektetett eszközzel védett, illetve üzemeltetett, legyen egy teljes körű informatikánk, ami ugye megfelel azoknak a követelményeknek, hogy amit egyfelől az információbiztonsággal szemben támasztunk,
másfelől ugye ki tudja szolgálni tényleg a valós üzleti igényeket, harmadrészt ugye költséghatékony, és amit gyakran elfelejtünk, ez az ellenőrizhetőség. Tehát azért nem vállalatvezetőként én nem tudok nyugodtan aludni, ha nem tudom, hogy mit csinál az IT. És megint azt mondom, hogy akkor tegyük a szívünkre a kezünket. Tehát vállalatvezetőként ki az, akinek pontos információja van, hogy abban az elszigetelt kalickában az a sok kocka, az mit csinál napközben, illetve azok a sok dobozok, amikre mindenféle kék, piros, zöld gyártónak a nevei vannak írva, azok ténylegesen mire valók. Ha a szabványt nézzük, akkor, és akármelyik szabványt hozhatnám ide példának, akkor abból indulunk ki, hogy tervezünk és stratégiát kell csinálni. Azért egy jó hír, hiszen most már azért működő informatikai környezetekről beszélünk, még mindig nincs készül. Tehát lehet csinálni úgy tiszta lapot, és lehet úgy elkezdeni, hogy megnézzük a működő informatikai környezetet, de mellett oda teszünk egy tiszta lapot, és elkezdünk tervezni, hogy mit is szeretnénk. Aztán majd valahol, valamikor ezek össze fognak köszönni. Csinálunk üzleti stratégiát, csinálunk informatikai stratégiát, figyelünk arra, hogy az IT stratégia az lehetőleg összhangban legyen, és kiszolgálja az üzleti stratégiát. Foglalkozunk olyannal, ami az üzletmenet folytonosság, és valahogy üzemeltetjük ezt az egészet, néha nem árt felülvizsgáltatni, vagy felülvizsgálni, illetve ennek megfelelően levonjuk a tanulságot és fejlesztünk. Na, ezt fogom most egy kicsit kiboncolgatni. Hát így néz ki. Vállalatvezetőként, vagy IT vezetőként, aki ezt így megnézi, az azt mondja, hogy köszöni szépen, ő ebből nem kér. Tehát ez lenne az informatikának a normális szabványon alapuló tervezése. Itt van a vállalatvezetés, ezt nem tudom, hogy mennyire látszik. Tehát itt van a vállalatvezetés, ők hozzák a stratégiát. Itt alatta ez a kockázat elemzés, ez arról szól, hogy megnézzük, hogy nekünk, mint cégnek, mivel kell szembesülni, milyen kihívások vannak, milyen gyengeségeink vannak, milyen erősségeink vannak, és milyen fenyegetettségek vannak, amikor ugye kitoljuk a cégünket az üzleti világ színpadára. Jönnek a konkurenciák, jönnek a csúnya hackerek, jönnek a belső elégedetlen dolgozók, meg ugye elhangzott, tényleg az ember embernek a legnagyobb ellensége, jön a cégvezető, az az én, aki azt mondja, hogy hát hozhatok én szabályzatokat, de tényleg nekem az alma logós telefonomon, igenis legyen ott a vállalati ERP rendszernek mindenféle hozzáférése, grafikonja azon a telefonon, meg táblán, amin amúgy a gyerek játszik. Itt van maga az IT környezet felépítve. Onnantól kezdve, hogy beszélünk olyanokról, hogy követelmények, célok, eszközök, szabályozások. Itt van valami fizikai biztonság, itt van maga a security, és itt van az információ biztonság lebontva. Jó bonyolult. El is pakolom innen gyorsan. Ez azért egy egyszerűbb dolog. Nézzük meg, hogy ténylegesen mivel kell szembenéznünk. Ugye itt van a támadás, mint olyan középen. Ez előbb-utóbb azért el fog érni minket. Ha nem is biztos a csúnya felbérelt hackerek, de lehet, hogy tényleg a felhasználóknak a nem feltétlenül biztonságtudatos magatartása miatt, előbb-utóbb szembesülünk azzal. Én is hozhatnám volna ilyen Gartner elemzéseket, hogy 4 támadásból, vagy 4 informatikai kárból, nem, 5-ből 4, ami inkább valami belső felhasználói, nem éppen információbiztonság tudatos magatartásnak az eredménye. Az adatveszteségeknek körülbelül a 80%-át a belső embereknek a bénaságait okozzák. Tehát lehet ilyen statisztikákat mondogatni elrettentésként, de azt gondolom, hogy a vállalatvezetés az előbb-utóbb nem ezzel fog szembesülni, csak azzal, hogy nem tud dolgozni. Viszonylag ritkán kerülnek föl arra a szintre a Bélának, a Julikának, vagy akár az IT-nek az elbénázott lépéseinek az eredménye. Ugye itt vannak a fenyegetettségek, amik ténylegesen elő fogják idézni ezt a támadást. Itt van maga az a sebezhetőség, ami arról szól, hogy milyen kitettségeink vannak, és itt van az a hatás, amit az egész okoz. És hogyha normálisan kezeljük az egészet, akkor körbe tudjuk pakolni kontrollokkal. Itt
itt már szó volt az elrettentésről, vannak ilyen elrettentő kontrollok, ezek arról szólnak, hogy ha ezt csinálod, akkor előbb-utóbb keresztre leszel feszítve. Vagy ugye arra van a biztonsági őr, vagy akár a biztonsági berendezések, hogy ugyan lehet ezt csinálni, de az nagyon gyorsan ki fog derülni, és akkor valaki a kezedre fog csapni. Vannak azok a kontrollok, amik abban segítenek, hogy kiderüljön, hogyha valamilyen támadás ér minket, ezek a detektív kontrollok, vannak megelőző kontrollaink, vannak ilyen javító intézkedéseink, és vannak olyan kompenzációs kontrollok, amik arról szólnak, hogy valamilyen hatást tudunk vele csökkenteni. Valószínűleg nem biztos, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy az bekövetkezzen, sőt lehet, hogy nem is célunk, mert nagyon sokba kerülne, de valahogy csökkenteni fogjuk a hatást. Ha vezetői oldalról megnézzük azokat a tevékenységeket, amiket föl kell pakolnunk arra az előző fehér lapra, akkor ez ebben a négy csoportban foglalható össze. Itt van az IT üzemeltetési eljárásoknak a menedzsmentje, tehát gondoskodnunk kell arról, hogy az informatika az ténylegesen úgy működjön, olyan üzemeltetési eljárások kerüljenek egyrészt megalkotásra és kiadásra, amelyek mondjuk úgy, hogy szabványon alapulnak, vagy valamilyen szabványon alapulnak, biztosítják az IT-nak a normális működését, biztosítják azt, hogy ez számon kérhető legyen, és biztosítják azt is, hogy olyan dokumentumok készüljenek, amik megint hozhatnék az életből példát, tehát amikor elment a rendszergazda, és jött helyette egy másik, akkor 3 hétig nem tudott dolgozni, mert nem voltak dokumentált egyrészt üzemeltetési eljárások, meg a jelszavak se voltak leírva. Tehát az már régen rossz, amikor azért kell egy adatbázis szervert újra telepíteni, mert az SSL jelszót az előző rendszergazda elvitte magával. Ez a BIA, ez a Business Impact Analysis, ez az üzleti hatás elemzés. Meg kell néznünk, hogy ha van egy szervezetünk, egy vállalatunk, azt, ha valamilyen kár éri, vagy valamilyen nem tervezett hatás éri, az milyen eredménnyel fog járni. A nem tervezettet azt azért mondtam, mert a hatások azok kétfélék lehetnek. Az egyik az a nem tervezett, a másik az a tervezett katasztrófa. És nagyon fontos azon elgondolkoznunk, hogy a katasztrófák, amik előbb-utóbb be fognak következni, jó nagy része az előre tervezett legyen. Tehát föl tudjunk arra készülni, hogy ha valami olyan gáz van, akkor a tevékenységünk lehetőleg ne álljon meg. Nyilván az amerikai ikertornyok elleni támadás az a nem tervezett kategóriába tartozik, arra valószínűleg senki nem tervezett, hogy mind a két torony összedől. Viszont azoknak a cégeknek, akik ott laktak, azon részük, amelyik rendelkezett katasztrófa tervel, az néhány napon belül tudta folytatni a tevékenységet, amelyiknek nem volt ilyen, az ott elpusztult. Ez a következő pont, amiről beszélünk, ez az üzletmenet folytonosságnak a menedzselése. Ez a következő feladatunk, és az egész egy kockázatmenedzsmenten fog alapulni. Tehát megnézzük, hogy számunkra mik jelentenek kockázatot, és lehetőleg ezeket vagy tudjuk csökkenteni, vagy bevállaljuk. Nézzük meg őket részletesen. Az üzleti hatáselemzés az abból áll, hogy egyrészt föltérképezzük az üzleti folyamatainkat. Ezt nagyon sokan el szokták felejteni. Ha itt a saját házunk tájáról szeretnék példát hozni, akkor a körülbelül 10 cégből, hogyha elmegyünk beszélgetni, akkor 10 cég rá is vágja, hogy hát tudjuk az üzleti folyamatainkat, hiszen nap mint nap ezzel dolgozunk. És amikor leírjuk nekik egy felmérés alapján, hogy oké, ezt mondtátok el, így dolgoztok, akkor azt mondják, hogy hű, hát nem így dolgozunk. Tehát ezzel nem árt tisztába lenni, mert ez mindennek az alapja, hogy egy jól definiált, jól dokumentált üzleti folyamatkatalógussal rendelkezzünk. Aztán föl kéne mérni azt, hogy ezek a folyamatok hogy épülnek egymásra, mi a köztük levő függőség, mert az egy élő példa, amikor rájöttek arra, hogy az egyik folyamat kiesése az még eltartja a vállalatot, még a 2-3 folyamat kiesése is, viszont egy csapágytörés egy bizonyos eszköznél az olyan szintű lavinát tud elindítani, hogy körülbelül 3 hétig
nem tud dolgozni a vállalat, mert egy olyan speciális alkatrész. Amikor eltört, és tényleg 3 hétre leállt ez a cég, akkor rájöttek, hogy hát ezt nem árt raktáron tartani. Tehát ezért fontos az, hogy a folyamatok egymásra való függősége az felderítésre kerüljön, illetve az, hogy egy-egy folyamat elemnél mik azok a gyenge láncszemek, amik vannak, milyen fenyegetettségei vannak a folyamatnak, mi történik akkor, hogyha kiesik egy-egy eleme ennek a folyamatnak, illetve ez az egész az üzletmenetre nézve milyen hatással lesz. A kockázat elemzésnél az a fontos, hogy legyen egy módszertanunk. Sokféle van. Tehát kockázatokat elemezni módszertan alapján viszonylag egyszerű, csak ki kell választani, hogy melyik a jó kockázatelemzési módszer az adott cégre. Vannak akár iparágra szakosodott kockázatelemzési módszerek, vannak céglétszámtól függő IT-orientált kockázatelemzési módszerek, meg hát nyilván vannak olyanok, amik bizonyos törvényi szabályozók úgy kimondva, kimondatlanul utalnak rá, akár ilyen mondjuk egy COBIT vagy egy CRAM rendszer. Ami fontos az az, hogy ne csak az IT területen legyen kockázatelemzés, hiszen az IT az az egyik kiszolgáló eleme az üzleti folyamatnak, az egész cég működésének, a többi területre is legyen kiterjesztve a kockázatelemzés. Sok helyen találkoztunk azzal, hogy megvan a kockázatelemzés, jó fel is tették a polcra. Tehát az nem azért van, mert egy jogszabály kötelezi az adott céget, nevezzük banknak őket, hogy legyen mondjuk 2 évente felülvizsgált kockázatelemzése. Az azért van, hogy a cég vezetés pontosan tudja és lássa, mik azok a kockázati pontok, mik azok az események, amivel számolni kell, és mik azok az erre hozott intézkedések, amelynek a vége majd valami számként fog jelentkezni egy pénzügyi tervezési értekezleten. Fontos, hogy el is fogadjuk ezt a kockázatelemzést, tehát a menedzsment oldalról nem árt azzal szembesülni, hogy ha valami bekövetkezik, akkor azért én, mint cégvezető fogok felelni. És nem az informatika. Tehát ilyen példát is hozhatnék, hogy az egész IT repült egy katasztrófa után, és hiába mondták, hogy de főnök, 2 éve leadtuk a jelentést, és ott volt az asztalodon, hogy ilyen és ilyen cuccokat kellett volna még vennünk, megállt az egész, repült az IT. Nem a legjobb megoldás. A kockázatelemzés után, amit szerintem 10 cégből körülbelül 9,5 kihagy, az a kategorizálás, az információbiztonsági osztályoknak a létrehozása és az információ kategorizálása. Ez akkor jó, amikor esetleg valaki külföldi partnerrel szeret levelezni, vagy szokott levelezni, és ott nem egyszer, nem kétszer úgy jönnek az e-mailek, hogy classification, 2. confidential. Tehát ők ténylegesen alkalmazzák az összes ilyen információ besorolást, mert ez fogja megmondani, hogy az az információ az kihez kerülhet, és hogyha ne adj Isten illetéktelen kezekbe kerül, akkor a kockázatelemzés megmondja, hogy az mivel jár, milyen kockázatokat hordoz a cég számára. Ha már beszéltünk ugye adatgazdákról és adatőrökről, illetve beszéltünk ugye biztonsági őrökről, vannak adatőrök. Neki az a feladata, hogy ténylegesen gondoskodjon arról, hogy azok az adatok lehetőleg csak azok kezébe kerüljenek, akiknek tényleg dolguk van vele. Erre a leginkább eklatáns példa az a bérjegyzék. Tehát nagyvállalatoknál, főleg ott, ahol ugye nem ismerjük a mellettünk ülő kollégának a bérét, az érdekes. És találkoztunk olyannal, amikor az informatikus nem kevés pénzért hajlandó volt ilyen listákat eladni a dolgozók számára. Mert hogy a következő értékelési beszélgetésnél ez nagyon jó volt azzal érvelni, hogy főnök, én azért szeretnék fizetésemelést, mert a mellettem ülő emberkének ennyi a fizetése. És nem került sor az informatikánál olyan ellenőrzés, hogy végül is hogy a fenébe kerültek ki ezek a listák. Na, üzletmenet folytonosság. Ismét az a cél, hogy ne azért legyen, mert egy törvény előírja. Ha nincs, akkor egész addig nem is fog kelleni, ameddig nem lesz gond. A gond az nem biztos, hogy ott fog jelentkezni, hogy jön a csúnya hacker és betör a rendszerünkben, és megáll majd a szerver. A gond az már akkor fog jelentkezni, amikor például influenza járvány van, és mondjuk 3 dolgozó reggel fölhív, hogy
nem tud bejönni, mert lebetegedett. Az már azt jelenti, hogy az üzlet valamilyen szinten meg fog állni, vagy késést fog szenvedni. Tehát már itt kezdődik az üzletmenet folytonosság tervezése, és nem ott, amikor olyan szintű információbiztonsági krízisre gondolunk, hogy ténylegesen ellopták a szervert, vagy ellopták az információinkat. Ami hozzá tartozik. Erről szoktunk beszélni, ez az üzletmenet folytonossági terv. Ezeket meg kihagyjuk. Ez az IT DRP, ez az IT részére szolgál, és azt mondja meg, hogy egy katasztrófa helyzetben mit kell tennie, hogyan kell biztosítani azokat akár csökkentett erőforrásokat az üzlet számára, ami biztosítani fogja, hogy akár csökkentett funkcionalitással, de működjön a cég. Ez az egyik, ami életben tartja a cégünket. Az a COOP, az a relokációs terv. Az arról fog szólni, hogy mi van akkor, amikor például az irodaházunk megközelíthetetlen. Ez példának okáért a tavalyi ilyen rekord árvíznél nem egy, nem két ilyen Buda, vagy a Duna mellett lévő hiper, szuper, A++++ biztonsági meg iroda ház osztályba sorolt cégél elég komoly problémát bírt jelenteni, ugyanis ez a terv ez úgy hiányzott, és amikor arról szólt a hírek, hogy a katasztrófa védelem lezárta ezt a rakpartot, lezárta azt az utcát, mondjuk szombaton, akkor nem egy, nem két cég azzal szembesült, hogy jó, de hétfőn én hogy fogok kinyitni? Hogy fog elindulni az üzlet? Ja, hogy nincs másik géptermünk? Ja, hogy távolról nem tudunk dolgozni? Ja, hogy be se tudunk menni az irodába? Hoppá! Na, mindig rosszat nyomok. A visszaállítási terv az ennek a párja. Ez arról szól, amikor elvittük valahova a technológiát, elvittük valahova máshova az üzletet, ott folytattuk a tevékenységet, majd megszűnt az a gátló tényező, ami megakadályozta, hogy mi az eredeti székházunkban vagy székhelyünkön tudjunk dolgozni, vagy az eredeti informatikai környezetben tudjunk dolgozni. Hát most vissza kellene tömködni az adatokat, vissza kellene állni az eddigi mondjuk kockáslapokra írt dolgokat, vissza kellene pakolnunk mondjuk akár az SAP-ba. Tehát ez fogja megmondani, hogy ezt hogyan kell megtenni, és nem árt, hogyha van egy kommunikációs tervünk, mert az gáz, amikor a partnereink csak akkor értesülnek arról, hogy mi most valamilyen szinten nem tudunk dolgozni, amikor már ugye ténylegesen, tömegesen jelentkezik a baj. Ez például a nagy mobil társaságoknál egy elég komoly terv, de volt, ahol hiányzott egy pár évvel ezelőtt, és az nagyon ciki volt egy lila, rózsaszín szolgáltató esetében, amikor a másik szolgáltató a Twitteren meg a Facebookon mondta, hogy hát gyerekek, látjuk, nem elérhető a hálózatotok, de hogyha telefonálni szeretnétek, akkor tudunk nektek SIM-kártyát adni kölcsön. És végül egy pár ilyen vezetői tévedés, amivel ugye mi szembesültünk, de szerintem egy csomó vezető is szembesül. Ez az IT feladata. Nem, ez az üzleti területnek és a vezetésnek a feladata. Az IT-nak az a feladata, hogy működtesse azokat a dobozokat, és kiszolgálja az üzlet, illetve a felhasználó igényeket. De az IT az nem arra képződött ki, hogy üzletmenet folytonossági tervet hozzon létre, nem arra van tenyésztve, hogy megmondja egy üzleti folyamatnak a leállási idejét, megmondja egy üzleti tevékenységnek azt az elviselhető kiesési idejét, ami ugye még nem okoz olyan problémát, hogy valamilyen szinten akár látszik kívülről. Tehát az IT-t azt tessék meghagyni az IT szerepkörében, üzemeltet. Meg tudja mondani, hogy milyen berendezéseket milyen ütemben kell cserélni, be tudja állítani azokat a berendezéseket, amik felelősek mondjuk egy IT biztonságért, de nem fog tudni tervezni.
Ugye a következő, ez a van kockázat elemzésünk, én még ugyan nem láttam, de nekem már jelentették, hogy van, és valahol a polcon megtalálható, és én, mint vállalatvezető, nem érdekel, ki tudtam pipálni. De az, hogy ehhez majd utána büdzsét kell összerendelnem hozzá, meg föl kell vállalnom a kockázatokat, meg föl kell vállalnom azt, hogy valahol le van írva, hogy ha én erre nem lépek, akkor meg fog állni a cég egy katasztrófa helyzetben, hát ez nem én voltam. Vannak ilyen egyéb megjegyzések, hogy persze minden szabályzatunk rendben van, átment az auditon, itt volt a felügyelet is, jóvá hagyták, tök jó. Aztán amikor arról szól az egész, hogy valamelyik banki rendszer éppen nem működik, akkor lehet, hogy a szabályzatunkat úgy végig kell gondolni, hogy ténylegesen ez az aktuális helyzetre készült szabályzatunk. Itt a Csabi barátom már például ott egy kék-piros színű bankkal, hát ott is voltak ilyenek, hogy voltak szabályzatok, csak éppen az élet az másképp működött. Most vettünk új eszközt, már használjuk is. Ez a legjobb, ez vettünk egy dobozt, ugye reggel a Muha tanár úr is, meg a Krasznai Csabi barátom is már feszegett, hogy biztos, hogy megold mindent. Tehát ez körülbelül olyan, mint a volt egy régi film, hiszem a Duck Hollywood néven futott, amikor a vidéki Doki bácsi mindenre kólát írt föl. Tehát vannak dobozok, amik valamit megoldanak, de nem biztos, hogy az a doboz az ténylegesen alkalmas arra, hogy azt a akár összetett feladatot megoldja. Vagy nem biztos, hogy olyan szinten. Ez más vetületben úgy szokott elhangzani, hogy van rá 5 millió forintunk, vegyetek hozzá dobozt. Az a rosszabb. Ha összeszeretnénk foglalni az egészet, amiről itt most beszéltem így elrettentésképpen, akkor azzal kezdeném, hogy nem az IT feladata ennek az egésznek a megtervezés és a végiggondolás, az IT az végrehajtani fog. Amire szükség van, ez a felső vezetői elkötelezettség. Szükség van egy olyan szervezetre, aki ezt végig tudja vinni, és persze szükség van felelősökre, kell hozzá IT vezető, kell hozzá biztonsági vezető, és ez a tervezett büdzsé, ez azért elég fontos dolog. Tehát azt ne felejtsük el, hogy sajnos se dobozt, se szolgáltatást nem lehet úgy ingyen, légből kapottan, illetve lehet egy bizonyos szintig. De ez ugyanolyan, mint ahogy a vírusírtóknak is, vagy akármilyen doboznak is van ilyen open source, vagy demo, vagy kipróbáló, vagy ingyenes verziója, meg van a fizetős verzió. Az ingyenes verzió az nem azért van, mert teljes értékű. Lehet, hogy tud teljes értékű lenni, de biztos, hogy van benne korlátozás. Tehát nagyon jól tud működni egy ingyenes adatbázis motor egy bizonyos rekordszámig, vagy egy bizonyos terhelésig. Ha e fölött vagyunk, akkor vannak a fizetősök, azok azért vannak, mert úgy vannak tervezve, hogy akkora mennyiségű erőforrást tudnak kiszolgálni, vagy erőforrás igényt tudnak biztosítani, illetve kiszolgálni. Tehát meg lehet csinálni nagyvállalati ERP rendszert is, akár ilyen ingyenes adatbázis motoron, csak hogyha egyszerre 300 felhasználó szeretne ezt lekérdezni, akkor nem fog menni. Ugyanez van a dobozokkal is, hogyha nem adunk rá büdzsét, akkor lehet valamilyen szinten Tesco gazdaságos, vagy ilyen olcsó, vagy szegény ember vízzel főzelven összepakolni az IT-nak valamilyen megoldást, de arról tudjunk cégvezetőként, hogy az lehet, hogy egy összetákolt megoldás, ami az első ilyen erősebb szélre össze fog dőlni. Nagyon fontos a reagálás. Itt beszéltem az előbb a büdzséről. Tehát muszáj lesz cégvezetőként arra reagálnom, hogy van kockázatelemzésem, vannak az IT-nek, illetve az üzleti területnek igényei a védelemre, ezekre majd valamilyen szinten meg kell teremtenem a pénzt, illetve reagálnom kell olyan szinten, hogy akkor én ezt vettem. Lehet, hogy nem most fog kerülni pénz a beszerzésre, de föl kell tudnom írni magamnak, hogy a jövő éves stratégiában akkor ez szerepeljen. Ha folytonosságról beszélünk, akkor ami fontos, még a tesztelés, illetve az oktatás. Hát én hoztam most egy ilyen képet, ne ez legyen a
a tanulság, amit levonunk, vagy amit megtanulunk, hogy a legrosszabb helyzetben fogjuk megtalálni a legjobb leckéket, mert hogyha ez bekövetkezik, akkor általában az a vállalat már nem éli túl a másnapot. A címre visszatérvén azt gondolom, hogy jobb felkészülni a dolgokra, és akkor úgy félni, mint akkor megijedni, amikor már elkezdünk kapkodni. Köszönöm szépen a figyelmet!